A ballagó diákjaink eddigi munkájának és sikereinek elismerése következik. Büszkék vagyunk rájuk, hogy tanulmányi eredményeikkel, versenyeken való eredményes szerepléseikkel öregbítették iskolánk hírnevét. A kiemelkedő munkát végzett diákok iskolánk igazgatónőjétől vehetik át jutalmukat. A szakma kiváló tanulója verseny országos döntőjén épület és szerkezet lakatos szakmában Kányás és Ándor Martin 11. F-osztályos tanuló második helyezést ért el. Ezzel a helyezéssel ő mentesült a szakmai vizsga letétele alól, és szakmai vizsga eredménye jeles. Ezért a kimagasló eredményért könyv és oklevél jutalomban részesül. Köszönjük a felkészítő munkáját a szaktanárainak, Csákó Lászlónak, Nádasdi Lászlónak és Pincés Lászlónak, akiknek a munkáját egy-egy jutalomkönyvvel szeretnénk megköszönni. Az iskolai felkészítésen túl az elért eredményhez nagyban hozzájárult a gyakorlati képzőhely, a Zolent Kft., akiknek a felkészítő munkáját köszönjük. Béres Anna 12. A-osztályos tanuló, könyv és oklevél jutalomban részesül kitűnő tanulmányi eredményéért és aktív közösségi munkájáért. Csobán Eliza Leila, 12. A-osztályos tanuló, könyv és oklevél jutalomban részesül jeles tanulmányi eredményéért és az iskolai rendezvényeken való sikeres szerepléséért. Béres Fanni, 12. A-osztályos tanuló, könyv és oklevél jutalomban részesül jeles tanulmányi eredményéért. Hűse Betti, 12. A-osztályos tanuló, könyv és oklevél jutalomban részesül jeles tanulmányi eredményéért. Petrovics Kata, 12. A-osztályos tanuló, könyv és oklevél jutalomban részesül jeles tanulmányi eredményéért. Posta András, 12. A-osztályos tanuló, könyv és oklevél jutalomban részesül jeles tanulmányi eredményéért. Zsupos Lilla, 12. A-osztályos tanuló, könyv és oklevél jutalomban részesül jeles tanulmányi eredményéért. Budai Vanessa, 12. A-osztályos tanuló, könyv és oklevél jutalomban részesül az iskolai rendezvényeken való sikeres szerepléséért. Szabó Mónika, 12. A-osztályos tanuló, könyv és oklevél jutalomban részesül az iskolai rendezvényeken való sikeres szerepléséért. Ludnai Gergő, 12. A-osztályos tanuló, könyv és oklevél jutalomban részesül szertorna és kézilabda sportákban nyújtott 4 éves kiemelkedő teljesítményéért és az iskolai rendezvényeken való sikeres szerepléséért. Ferenci József Máté, 12. A-osztályos tanuló, könyv és oklevél jutalomban részesül futballsportákban nyújtott 4 éves kiemelkedő teljesítményéért. Kapási Tamás, 12. A-osztályos tanuló, könyv és oklevél jutalomban részesül aktív vöröskeresztes munkájáért. Szarvas Alexandra, 12. A-osztályos tanuló, könyv és oklevél jutalomban részesül aktív közösségi munkájáért. Radóc Virág Kata, 12. A-osztályos tanuló, könyv és oklevél jutalomban részesül aktív közösségi munkájáért.
Bodnár Máté, 12. B-osztályos tanuló, könyv és oklevél jutalomban részesül kézilabda sportágban nyújtott 4 éves kiemelkedő teljesítményéért. Juhász Marcell István, 12. B-osztályos tanuló, könyv és oklevél jutalomban részesül kézilabda sportágban nyújtott 4 éves kiemelkedő teljesítményéért. Rázsi Armand, 12. B-osztályos tanuló, könyv és oklevél jutalomban részesül kézilabda sportágban nyújtott 4 éves kiemelkedő teljesítményéért. Juhász József, 12. B-osztályos tanuló, könyv és oklevél jutalomban részesül futballsportágban nyújtott 4 éves kiemelkedő teljesítményéért. Szép János, 12. B-osztályos tanuló, könyv és oklevél jutalomban részesül futballsportágban nyújtott 4 éves kiemelkedő teljesítményéért. Rohács Andrea, 12. C-osztályos tanuló, könyv és oklevél jutalomban részesül kiemelkedő szorgalmáért, jó tanulmányi eredményéért. Antal Alexandra, 12. C-osztályos tanuló, könyv és oklevél jutalomban részesül aktív közösségi munkájáért. Dráva Réka, 12. C-osztályos tanuló, könyv és oklevél jutalomban részesül aktív közösségi munkájáért. Urbán Viktória, 12. C-osztályos tanuló, könyv és oklevél jutalomban részesül aktív közösségi munkájáért. Rácz Veronika, 11. E-osztályos tanuló, könyv és oklevél jutalomban részesül kiváló szakmai gyakorlati munkájáért. Horváth Anikó, 11. E-osztályos tanuló, könyv és oklevél jutalomban részesül jó tanulmányi eredményéért és aktív közösségi munkájáért. Rácz Emőke, 11. E-osztályos tanuló, könyv és oklevél jutalomban részesül aktív közösségi munkájáért. Kocsis Dániel, 11. F-osztályos tanuló, könyv és oklevél jutalomban részesül jeles tanulmányi eredményéért. Harangozó Károly, 11. F-osztályos tanuló, könyv és oklevél jutalomban részesül jó tanulmányi eredményéért. Drága Ferenc, 11. F-osztályos tanuló, könyv és oklevél jutalomban részesül aktív közösségi munkájáért. Juhász Máté Márk, 11. G-osztályos tanuló, könyv és oklevél jutalomban részesül kitűnő tanulmányi eredményéért és aktív közösségi munkájáért. Venter Zsanett, 11. G-osztályos tanuló, könyv és oklevél jutalomban részesül jó tanulmányi eredményéért és aktív közösségi munkájáért. Nagy Adrien, 11. G-osztályos tanuló, könyv és oklevél jutalomban részesül aktív közösségi munkájáért. Pál Zsófia, 11. G-osztályos tanuló, könyv és oklevél jutalomban részesül aktív közösségi munkájáért. Sallai Viktória, 11. G-osztályos tanuló, könyv és oklevél jutalomban részesül aktív közösségi munkájáért. A gyakorlati képzőhelyek is gratulálnak a ballagóknak, és elismerésüket fejezik ki tanulóiknak az ott végzett kiemelkedő munkáért. A Csörgő Dezsa Kft. Rácz Veronika 11. E-osztályos eladó tanulót jutalomban részesíti kiváló gyakorlati munkájáért. A Hotel Kamillában végzett gyakorlati munkáért Rohács Árpád főszakács és Pásztor Melinda menedzser köszönetét fejezi ki
az alábbi 11. G-osztályos szakácstanulóknak. Horváth Orsolya, Izsó Levente, Pénzes Fanni és Vadász Zsuzsa. A Múzeum Kávéház vezetője, Pataki Sándor, gratulál a ballagás alkalmából az ott gyakorlatot teljesítő Nagy Adrien, Rácz Eszter, Sallai Viktória, Szabó Mária Izabella 11. G-osztályos szakács tanulóknak. A Leiter Bútor Kft. Könyvjutalomban részesíti Dudás Szandra, Kása Barbara Csilla és Nagy Dominika 11. G-osztályos szakács tanulókat. Gratulálunk a jutalmazottaknak, további sok sikert kívánunk!